Jó reggelt kívánok, kezdünk! Senki nem mondta le egyelőre a görög utakat a magyar turisták közül. Ezt mondják az utazási irodák vezetői. A bizonytalan gazdasági helyzet miatt Görögországban zárva vannak a bankok, és korlátozták a pénzforgalmat. Egy, a tényeknek nyilatkozó idegenvezető viszont azt mondja, az egyik magyar vendég még tegnap reggel is tudott felvenni pénzt. A napi 60 eurós limit csak a helyiekre vonatkozik, a külföldi bankkártyákra viszont nem. A Tények riportja után Athénből kapcsoljuk Pogácsa Zoltán közgazdászt. A csőd közeli helyzet miatt a görög bankautomatáknál sorban állnak a helyiek. A készpénzfelvételi limitet napi 60 euróra csökkentették, és megtiltottak minden pénzátutalást külföldre. A külföldi kártyákra viszont, így a magyarokra is, a korlátozás nem vonatkozik. Információim szerint egyelőre a külföldi bankkártyákat minden további nélkül elfogadják kint, és úgy tudom, hogy pénzt is lehet kivenni külföldi bankkártyával, tehát nem görög bankkártyával. Itt a korlátozások egyelőre a görög állampolgárokra és a görögországi bankkártyákra és hitelkártyákra vonatkoznak, de hát ezzel együtt mindenképpen azt mondjuk, hogy több készpénzt vigyenek magukkal és eurót. A közhangulaton nem érződik a bizonytalan gazdasági helyzet. Ezt mondja egy a Tényeknek Szár Tibor telefonon nyilatkozó idegenvezető. Bár ő kifejezetten az üdülővezetekről beszél, azt mondja, a turistákat nem érinti a válság. Az üzletek nyitva vannak, a benzinkutak működnek, a szolgáltatások színvonala változatlan. A legújabb nemzetközi hírekből egyébként már az derül ki, hogy a nagyobb városokban az emberek megrohamozták a boltokat és az automatákat. Mások pedig azért tüntetnek, hogy az ország maradjon az euróövezet része. A csőd közeli helyzetnek most ez a legnagyobb tétje. A kérdésről vasárnap tartanak népszavazást. Vendégeink a témában Kis Péter, az Apollon Travel utazási iroda értékesítési vezetője, valamint Athénból telefonon kapcsoljuk Pogácsa Zoltán közgazdászt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát először is legyen olyan kedves Pogácsa úr elmondani nekünk, hogy ő mit tapasztalt. Athénban milyen a hangulat? Nagyjából ugyanazt tapasztaltam, amit előbb a bejátszásukban elmondtak, alapvetően az élet megy normálisan tovább, minden nyitva van, lehet felvenni készpénzt, nem mondom, hogy minden automatából, mert néha egyik kimerült már készpénzből, de van olyan automat, amiből ki lehet, és hát tegnap vásároltam kártyával, és másodpercek alatt átment a magyar kártyám, és tudtam vele vásárolni. Van benzin, nyitva vannak a boltok, és a legnagyobb nyugalommal élik tovább az életüket a görögök. Tehát ön azt mondja, hogy tulajdonképpen akárki, akármit szeretne vásárolni, azt nyugodtan meg tudja azt oldani, meg tudja tenni. Persze, teljesen normálisan megy tovább az élet. Arról tud-e valamit, mert ugye a hírek szerint ugye tegnap Athénban, ráadásul ugye pont Athénban ugye több ezeren tüntettek, ők számítanak arra egyébként, hogy csődöt jelent az ország? Akik tegnap tüntettek, és nem több ezeren, hanem több tízezeren, én is ott voltam a Szintagma téren a tömegben, azok a kormány mellett tüntettek, és igazából azért hallatták a hangjukat, mert a vasárnapi népszavazáson nem el szeretnének szavazni, azaz, hogy elutasítani az európai intézmények ajánlatát, ami egy megszorító típusú ajánlat. Vasárnap lesz a népszavazás, és a kormány a nem mellett tette le a voksát. Egyértelművé vált az elmúlt hónapok tárgyalása során, hogy sajnos azt, amivel a kormányt megválasztották Szirizát januárban, hogy maradjon benn Görögország az eurózónában, és legyen vége a megszorításoknak, ezt a kettőt nem fogják tudni egyszerre csinálni, mert az Európai Unió ajánlata az egy megszorító ajánlat továbbra is, ezért lesz egy népszavazás vasárnap, el kell sajnos dönteniük a görögöknek, hogy vagy megszorítások lesznek, és bennmaradnak az eurózónában, vagy vége a megszorításoknak, de ez valószínűleg azt jelenti, hogy ki kell lépniük az eurózónából. Ez akkor várhatóan azt is jelenti, hogy ma éjfélig egyáltalán nem is kezdik meg annak az 1,6 milliárd eurónak a törlesztését, aminek egyébként meg kellene történnie? Sőt, tegnap délután a görög kormány hivatalosan bejelentette, hogy ma nem fog törleszteni. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy Görögország inkább abba az irányba mozdul el, és abba az irányba halad, hogy tényleg az eurózónából kilépjenek.
Nincs értelme igazából törleszteni tovább. Tehát, hogyha az a feltétel, amiről itt tárgyaltak az elmúlt hónapokban, az az előző korrupt kormányok megszorító politikái miatt létrejött óriási adósságállomány részleteinek a törlesztése. Görögország egyébként költségvetése tekintetében elsődleges egyenlegben van, tehát pozitív egyenlegben van, tehát tavaly is és idén is pozitív volt a költségvetés egyenlege. Nincs értelme tovább törleszgetni az előző kormányok által felvett hiteleket, hogyha közben nem kap Görögország nemzetközileg segítséget ahhoz, hogy egy új típusú gazdaságpolitikát elindíthasson. Pogácsa úr, tulajdonképpen ez a kialakult gazdasági helyzet, főleg, hogyha majd napokkal később csődről beszélünk, milyen hatással lesz akár a magyar gazdaságra, az euró-forint árfolyamára? Gyakorlatilag már most csődről beszélhetünk, hiszen hogyha Görögország ma nem fizet, akkor ez gyakorlatilag már az államcsőd kategóriája. Én nem hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon nagy hatással lenne, ugye az euró-forint árfolyam az egy kicsit ugye az a forint gyengülése irányába ment el a hétfői napon, de nem drámai a változás. Én nem hiszem, hogy közvetlenül valami nagyon drámai változás lenne, és sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy gazdaságfilozófiailag egészen megváltozott a helyzet. Tehát az eurózóna megítélése, az Európai Unió megítélése, az, hogy mit gondolunk ma az uniós szervekről, és mit gondolunk az eurózónáról, ezek azok, amik nagyon megváltoztak az elmúlt napokban. Pogácsa úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és bízunk abban, hogy ön is jóval több készpénzt vitt magával, és nem csak arra támaszkodik, hogy a bankkártyáját tudja majd használni. Én is vittem, és azt gondolom, hogy aki Görögországba utazik, az nagyon jól teszi, hogy hoz magával igen sok készpénzt. Köszönjük szépen a rendelkezésünkre, viszont hallásra. És akkor a témát Kis Péterrel, az Apollon utazási iroda értékesítési vezetőjével folytatjuk tovább. Ön egészen más mond, mint ami a magyar sajtóban megjelent. Például a Napi Gazdaságban azt írják, hogy sokan elbizonytalanodtak, nagyon sok honfitársunk, többen visszamondták, vagy pedig későbbre halasztották az útjukat Görögországba. Önök mit tapasztalnak? Hát nekünk azért évente 20 000 utasunk van Görögországban, és az elmúlt hetekben is azt tapasztaljuk, hogy még a legújabban vásárolt kapacitásokat is folyamatosan viszik. Tehát nem, hogy gyengülne a kereslet, hanem itt a szezon közelettével még egyre erősebb lesz, tehát lemondások nincsenek. Valószínűleg, hogy egyébként a nagyobb városokban kevésbé lehet azt érzékelni, ami egy államcsőddel együtt jár, vagy járhat, de a kisfalvakban már például a mai sajtó arról ír, hogy üzemanyagot nem tudnak vételezni, tehát nem tudnak tankolni az emberek. Nagyon sok boltból elvitték, gyakorlatilag kifosztották, kirabolták, felvásárolták a tartós élelmiszereket, és nagyon sok étterem már ki sem nyitott. Hát mi több mint 20 helyre szervezünk Görögországon belül, és természetesen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kint lévő partnereinkkel. Sehol nem tapasztaltunk ilyet. Tehát a nyaralóhelyeken biztos, hogy nem ez a helyzet. Tehát ott az összes étterem nyitva van, minden boltba fel vannak töltve a készletek, ugyanúgy hozzájutni mindenhez, sőt az utasaink is a bankkártyájukat egyelőre teljesen zavartanul tudják használni, tehát ebben sincsen semmi probléma. Önök nem is tanácsolnak, javasolnak egyébként az utasoknak olyasmit, hogy most, ha 2015 nyarán indulnának ki Görögországba, akkor jóval több készpénzt vigyenek magukkal? Mi eddig is ezt mondtuk, tehát azért a kisebb nyaralóhelyeken általában nincsenek úgy fölkészülve Görögországba, tehát a legtöbb helyen van egy automata, az is, hogyha esetleg eddig is úgy működött, ha nyugdíjnap volt, vagy fizetésnap volt, gyakran előfordult, hogy kimerült, tehát sokkal jobban járnak, a készpénzt visznek. Ezt továbbra is fenntartjuk, talán most egy kicsit határozottabban ezt javasoljuk az utasoknak. Tulajdonképpen ugye Görögország azért is népszerű célpont a hazai utasok előtt, népszerűbb ugye, mint talán Horvátország. Igen, most mert ugye olcsó, tehát jóval olcsóbban lehet, de a kialakult helyzet következménye lehet az, hogy hétről hétre esetleg ott kint emelkedhetnek az árak? Nem hiszem, hogy ez az emelkedést hozna. Az éttermi árak is, bolti árak is messze alulmúlják a horvátországi, olaszországi vagy a hasonló mediterrán országok áraihoz képest a kínálatot. Nem hiszem, hogy ez emelkedne a közeljövőben. Említette azt ugye a beszélgetésünk közben, hogy önök 20 helyre közvetítenek utakat. Ezek többnyire egyébként ilyen nagyobb városok köré csoportosuló helyszínek lennének, vagy esetleg délebbre, kisebb helyekre is közvetítenek, ahol nem feltétlenül érezhető mondjuk így a kialakult gazdasági helyzet.
Hát mind a szigetekre, mind Észak-Görögországban rengeteg helyre szervezünk. A nagyobb városokban lehet esetleg bármit érzékelni, de a magyar turisták nem Athénban és nem Szaloniki-be mennek. Előfordulnak fakultatív programok keretében ilyen programok, de elsősorban a kisebb nyaraló településekre, ahol még kevésbé érezni ezeknek a hatását. Önök egyébként említette azt is, hogy tartják a kapcsolatot, de hogy ilyenkor az utazási partnerek telefonálnak vissza Magyarországra, írnak e-mailt, hogy jöjjenek csak nyugodtan a magyarok is, de nincs itt nálunk az ég adta világon semmi baj. Hát mivel 18 éve dolgozunk Görögországgal, rengeteg partnerünkkel baráti a kapcsolat, tehát ez inkább ilyen napi beszélgetések, ugyanúgy, mint hogyha itt egy kávézóban leülnénk és a politikai helyzetet átbeszélnénk, ezek ilyen jellegűek, természetesen kitérünk rá, hogy valamilyen hatással lehet-e az utasokra, tehát ezek inkább ilyen jellegű beszélgetések. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre, és eljött hozzánk.